Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Elsőként a nyugdíjas majálisról számolunk be Önöknek, ami igazából juniális, mivel az időjárás miatt el kellett halasztani a rendezvényt, ez azonban semmit nem volna az értékéből. Kérem, tartsanak velünk! Ma zajlott a nyugdíjas nap itt a kaszinóban. Többszöri elhalasztott alkalom után, hiszen az időjárás mindig közbeszólt, és nem lehetett a civil házban megrendezni. Milyen programokkal vártátok a nyugdíjasokat? Köszönöm szépen ezt a jó kérdést. Hát bizony többször el lett halasztva rendezvényünk, de most sikerült megtartani. Rendezvényünk kézimunka szakkör indította a dolgot, utána borverseny következett. Süteménykiállítás volt, virágkötészetről volt, divat bemutató volt, és a végén értékelés volt. A nyugdíjas klubok szép számban vonultak fel, függetlenül attól, hogy nagyon-nagyon meleg volt. Milyen programokkal vártátok, milyen színpadi produkciókkal az ide látogatókat? Volt népi tánc, versmondás volt, színházi csoportok táncoltak, volt szájharmonika bemutatónk. A nyugdíjas nap mindig lezárása az első fél évnek, hiszen nyári szünetre mennek a klubok. Mi történik majd szeptemberben, mire készül a Nyugdíjas Klubok Egyesülete? Szeptembertől újraindítjuk a nyugdíjas klubokat. Szeptember 15-ével nyitunk, úgyhogy az egy klubvezető gyűlésen találkozunk, és utána következik a október 2-ai nyugdíjas idősek világnapjának a megbeszélése, előkészítése, majd december 17-én lesz a nyugdíjas karácsony, arról is fogunk már akkor beszélni. Nagyon hosszú idő áll mögöttetek az első fél év, melyek voltak azok a jeles események, amire most így elnökként szívesen emlékszel vissza, illetve azok a versenyek, amiben jeleskedtek az ajkai klubok képviselői? Igen, hát nagyon szerettünk volna jó műsorokat csinálni, úgy néz ki a dolog, hogy sikerült is ezt megcsinálni. Legelső a Szabad Egyetemnek a megszervezése volt, úgy érezzük, hogy ez nagyon jó sikeredett, nagyon szép programokat csináltunk. Ugye az első alkalommal egy megemlékező műsort csináltunk, arról az emberről emlékeztünk meg, aki ezt az egészet létrehozta, bizonyos Snoll Istvánról, utána meg volt egy 3 előadásunk, az meg az egészségügyről szólt. A versenyeken is jeleskednek az ajkai nyugdíjas klubok képviselői, hiszen van tekeverseny, sakkverseny, ultiverseny, természetjáró verseny. Melyik az, amelyik kiemelkedő volt ebben az évben, és nagyon sikeresek voltak a klubok? Hát volt a kártyaverseny, ez megyei rendezvény volt, sakkverseny, az is nagyon jó sikerült. Meg hát most volt nem olyan régen egy noszlopi természetjáró verseny. Én azt úgy érzem, hogy azon is remekül helytáltak a versenyzők. Emlékszel-e arra, hogy kik azok, akik aranyérmesek lettek, hiszen tegnap is aranyérem született ezen a noszlopi túra versenyen? Bánk is természetjárók jeleskedtek ezen a versenyen. Ők lettek az első, tudomásom szerint. Gratulálunk nekik!